Összegyűltek a Mözsi Nyugdíjas Klub tagjai idei első nagyobb rendezvényükre. Végre annyira örülünk, hogy újra társaságban lehetünk, és különösen ez a társaság nagyon hiányzott már mindannyiunknak, azt hiszem, hogy nagyon vártuk már, hogy újra együtt lehessünk. Ez szívderítő dolog. Én úgy fogalmaztam meg annak idején ezt az eseményt, hogy ez egy szabadidős program. Nem adtunk nevet neki, se juniális, se egyéb más. Tehát nincs kötődése semmi olyan eseményhez. Ez egy szabadtéri program. És hát itt azt kerestük, hogy az emberek jól érezzék magukat, és hát ezt a kis helységet, ami itt van, az udvart, hasznosítsuk valamire. De sajnos a múlt évben elmaradt. A múlt évben csak a farsangit tudtuk megrendezni, amikor ilyen műsoros estünk is van. A május itt már azt elsodott a járvány. Akkor úgy szintén nyáron, amikor mind most is, akkor meg tudtunk rendezni egy szabadtérit, és utána következő dolgot a kirándulások kezdve minden elvitt ez a járvány, tehát hogy nem tudtunk ezt csinálni. Úgyhogy most örömmel jöttek össze az emberek, hogy ismét meg tudtuk ma rendezni. Hogy a későbbiekben mi lesz, azt majd a jövő árulja el. Reméljük, hogy azon kívül, hogy három a magyar igazság, mert egyes, kettes, hármason túl vagyunk, és a ráadást nem kérjük már. Gyakorol a Senior Örömtánc Együttes a délutáni előadásra. Ők lesznek ugyanis az egyik fellépők a Mözsi Nyugdíjas Klub Covid utáni első nagy rendezvényén. Sárközi Lúcia, Senior Örömtáncosok vezetője is tagja a Mözsi Nyugdíjas Klubnak, így érkezett hozzájuk a felkérés. Amikor így szóba jött, hogy itt lépjünk fel, akkor én voltam az első, aki, hogy hát úcsán megyezik bele a csoport, mondtam, hogy jó, megkérdezem, és a csoport mondta, hát persze, hogy föllépünk, húha, mondom akkor... Itt nekem is össze kell magam szedni, de maga ez a készülődés, ez az izgalom, ez valami hihetetlen nagy élmény. Hát az is természetes, hogy már régóta nem voltunk együtt, és igazából olyan nagyon nem tartottuk a kapcsolatot. Természetesen lehetett néha-néha telefonálni, de ugye a személyes kapcsolat azért az teljesen elmaradt, és ez most mindenféle szempontból újdonság. Az, hogy itt egy ilyen csoport együtt lehet, ez meg még nagyobb. Nagyon családias hangulatban is nagyon jól telnek ezek az órák, hogy végre együtt lehetünk, hihetetlen nagy élmény. Hát egy derültékből villámcsapásként jött ez a felkérés, hogy most akkor lesz az a rendezvény, ami egyébként minden évben szokott lenni, tehát nem újdonság, csak ugye már tavaly is elmaradt, és most ez egy kicsit úgy váratlanul volt, úgyhogy igazából nem sok időnk volt fölkészülni, de úgy döntöttünk, hogy vállaljuk ezt a felkérést, ha már van egy ilyen lehetőség, akkor azért belevágunk. Rendeztünk egy kis kulturális eseményt. Hát most a német nemzetiség azok fognak itt majd énekelni. Akkor lesznek egy versmondó, két versmondónk lesz, és van egy nekünk úgynevezett gumibabánk, egy kis aranyos kislány, aki retetes hajlékonyságával tudja bemutatni a produkcióját. Már nem először lép föl nálunk, és nagy sikerrel. És akkor lesz még egy, hát két vers mondás lesz, és akkor lesz country tánc, és a senior tánc lesz. Bővebbet nem tudtam erre az időszakra, és nem is akartam, mert nagyon nehéz volt előre tervezni. Mert ugye a nyugdíjas klubunknak csak három rendezvényen szokott lenni évente. Tehát az van egy februári műsoros esemény van, amikor a Batyus bál, meg ilyesmi, és akkor van májusban egy májusi bálunk, és utána novemberben volt egy nótaestes. Na most a között az idő az hát elég hosszú volt. És a nyáron azon kívül, hogy el voltunk egyszer-kétszer ilyen kirándulási szervezésen, és úgy gondoltam, hogy itt többen jönnek össze, mint maga a kiránduláson. És úgy gondoltam, hogy így kéne összehozni nyáron is az embereket. És ez hát most már negyedik éve, hogy megrendezzük. És itt hát látszik most is, hogy ennek ellenére többen szoktunk lenni, de most is 70-en vagyunk. A társaság legidősebb tagja Juliska néni ma is részt vett az eseményen, sőt, még egy saját verset is elszavalt a résztvevőknek. A múlton gondolkozni soha nem szabad, hisz ha nem akarjuk, akkor is velünk marad. A jövőt nézzük, mert ő van előttünk. Ezernyi szép pillanat, mit még átélhetünk. Nagyon hiányzott, mert ugye mindenki közösségi ember. Van, aki a magánéletében is már ugye közösségben dolgozott, iskolai tanárként, stb. Akiknek ugye az is hiányzott, és akkor hiányzott mellette ez a kis közösség is.
hát nagyon hiányzott. Hát most legtöbbet ugye a telefonon keresztül tudtunk érintkezni, de az messze nem olyan, mint amikor az ember személyesen és van élő kontakt az ember között. Winter, wind, szegény juhász.